Úgyhogy jöjjön, Damien White, fogadjátok sok szeretettel. Ilyen, ilyen. Sziasztok! Szia, Damien! Sziasztok, hello, Gulli, sziasztok! No. Na, milyen szokatlan ez a szék. Nem, ez mi lesz ezen a héten? Kártyatrükk. Kártyatrükk lesz, és hát óriás kártyát hoztam magammal, pusztán azért, mert hát, hogy jobban lehessen látni, meg hát a ti kezetekben is lehet, hogy jobban néz ki egy ilyen óriás kártyalap. A következő lesz a feladat, ugye? Félnek a betűk, de nem tudják, mikor, honnan mi ugrik ki majd. Nem kell megijedni. Zállatokat szeretjük. Azt tudjátok, hogy a bűvészek hogy szokták általában a kártyatrükköket bemutatni. Ugye ez a klasszikus, húzz egy lapot, nézd meg, jegyezd meg, és akkor megpróbáljuk megtalálni. Már vajos, igen. Ugye? Na most ezt így meg fogjuk fordítani. Tehát ki fogjuk fordítani ezt az egész trükköt, igen. És a feladat inkább az lesz, hogy nekem kell majd megtalálni a ti lapotokat, de nem kell semmit megjegyezni, tehát ezt leveszem a vállatokra, ezt a terhet. Egyszerűen majd csak két szignót fogok kérni tőletek. Jó, ezt fogjuk csinálni. Természetesen megmutatom ezt a óriás kártya csomagot tele különböző lapokkal. Uh-huh. Tehát tele különböző lapokkal. Uh-huh. És mivel hát itt ugye ketten vagyunk, mármint ketten vagytok ti, arra gondoltam, hogy ketté is osztjuk, és Petti, tessék, kevergesd jól össze. Szerintem te is nyugodtan kevergesd jól össze. Ahogy szimpatikus. Az első nehéz feladat. Ugye? Igen, ez nekem sem egy jó pár. Nagyon öreg kártyás. Össze is sodortam itt, mint a térdet. Jó, nagyon jó. Akkor tartsátok úgy, hogy ne lássátok a lapokat, tehát a hátlappal felfelé. És a feladat a következő lesz. Mind a ketten választhatok egy lapot, véletlenszerűen, de úgy, hogy még ti se tudjátok azt, hogy milyen lapot választottatok, és logikusan én sem fogom tudni. Tehát ne nézzétek meg őket. Ne nézzétek meg, csak vegyétek, és így ölve rakjátok ki. Jó? Egyetlen egy lapot. Amelyik szimpatikus, jó? Azt meg elveszem. Nem tudom, mi lesz. Nem tudok segíteni, se súgni, jó? Se. Megvan? Meg. Tökéletes. Ne nézzük meg a lapot, csak szignózzuk le a hátoldalát. Jó? A hátoldalát? Így a hátoldalára egy... Egy adjuk is. Ez a biznisz. Tudtél durva. Nem tudjuk, meddig tart a vízus, úgyhogy muszáj mindent. Egy szignó? Uh-huh. Egy szignó. Nagyon jó. Adott rá. Mert ti visszaadom a csomagot. Légy szíves, keverd bele a kártyádat. Tehát rakd bele valahova középre. Jó. Felé neked is odaadom, te is rakd bele valahova középre. Jó. Ez teljesen tisztán. Még lehet is kavarni, ugye? Eddig abszolút tökéletesen tisztán. Eddig tudom a trükköt. És rakjátok össze a két csomagot, tehát rakjátok össze. Hát ez egy családiasadás maga. Tökéletes. Na most, ha így próbálnám megtalálni a két lapot, hát nagyon egyszerű dolgom lenne, igaz? Mert hát ott vannak rajta az aláírások. Én nagyon egyszerű. De mit szólnátok hozzá? Ti se tudjátok, hogy milyen lapot húztatok, logikusan én se tudom, hogy milyen lapot húztatok. Mit szántok hozzá, hogyha így megpróbálnám megtalálni a lapotokat? Az már poénosan, nem? Jó, akkor ezt így pusztán az érzésekre hagyatkozva próbálom megoldani ezt a dolgot. Jó, elkezdem lerakosgatni a lapokat, uh-huh. És megpróbáljuk. Nem segítek rám, nem is tudom, hogy mit húztak. Senki nem tudja. Hoppá! Megvan az első. Ez durva. Megvan az első. Most már láthatjuk. Nyugodtan. Tízes. Nem tudom, hogy mi volt. Na próbáljuk meg a többit is. Ugye logikusan kevertetek a lapokon, tehát... Próbálom így a sugás alapján. Már nem én sugok. Nem. Nem is nézek a kutatot. Nem tudunk sugni. Az a baj, nem tudunk sugni sem. Micike az asztal alól. Ez az. Na. Mert ez király lenne, ha sikerülne. Nagyon király. Ott van. Na, szuper. Király! Megvan. Ez igen. Ez tényleg király. Na, hát...
Hát jöjjön a magyarázat. Neked lehet ezzel kéne foglalkozni. Igen. Én is mondtam már, hogy nem akarja. Szűkösebb időben. 13 éve foglalkozom. Tovább nem kéne vele foglalkozni. Mit csinálsz? Én nekergetni. Igen. Na, jöjjön a megoldás. Várod már, mi? Nagyon. Nem mutasd be legközelebbi hakni. Elvileg mindig olyan trükköket mutogat, amit könnyű elsajátítani. Tehát lehet, hogy még bették is. Megígérem nektek, hogy ezt most elmagyarázom, és ma este már gyertkőcöket akárkit el tudtok vele nyűgözni, mert semmi extra dolog nem kell hozzá. De mi nincs? Azt a gyerekek megrajzolják. Akár. Elfoglalja. Összekészített volt a csomag. Hiába kevertétek jobbra-balra, össze volt készítve a csomag. Egy olyan módon, és most jön, ezt szoktam én erre a homlokon csapós technikára, amikor rájövünk, hogy mit csináltunk, hogy úristen, hogy lehettem ilyen, hogy nem jöttem rá. A dolog lényege a következő, két felé szedtem a csomagot. Az egyiket megkaptad Feri, te a másikra mettite. És nézzétek, nem tudom, hogy elsőre feltűnik-e, hogy mi a közös a lapokban. Feketék. Nem. Számok? Uh-huh. A számokat figyeljük. Számok. Aha. Csak szám. Aha, nem, van nem csak áll. Számok. A számok. A páros számok? Így van. Igen. A páros számok. Itt csupa páros szám volt. Na, Feriből jó művész lenne. Ebben a csomagba meg csupa páratlan szám volt. A páros volt páratlan, így kettészettem a csomagot. Egyikötök megkapta a páros lapokat, másikotok a páratlan lapokat, kiszedtetek egy lapot, aláírtátok, és utána, aki a páros lapot húzta, annak a páratlan csomagot adta. Kicserélted a csomagot? Kicseréltem a csomagot. Így mi történt? Miközben lapozgattam a kártyákat, csak arra kellett figyelnem, hogy a páratlanok közé bekerült egy páros lap. Tehát az volt az egyik választott lap. A párosok közé meg egy páratlan lap került bele. Jó, hát akkor átvertél minket szemfényben. És érted? Nekem ez a magyarázat sokkal jobban tetszett, mint maga. És hiszem, hogy sokkal jobb volt. Nem is a trükk. Sose jöttem volna rá. Na, ennyi igazából, tehát ez egy olyan módszer. Ez nagyon jó. Louis, ez tök jó. Mert mi vagyunk nálatok, de azért én is tehetek fel kérdést? Igen. Van-e, engem ez nagyon érdekes, neked is szó. Van-e olyan trükk, amit soha nem mondanál el, még a párodnak se? Van. Biztos, csak ki van. Kiszed ilyen. De nem mondom meg. Nem, hát... Megkérdez, hogy apa, mondd már meg, légy. Vannak ilyen trükkök, amit tényleg még jött is 27 év után lenyűgözik. De nem, most már ilyen. Sőt, itt a live-ban is volt olyan, amit nem árult. Megkérdezte, és utána visszanézte 50-szer a videót, és nem jött rá. De most már így, ez ilyen kis kihívás. Nekem is, hogy olyat csinálni, amit ő se tud, vagy ő nincs helytése. Na, ez egy jó trükk volt. Ez jó volt. Megjegyeztetek mindent. Megjegyeztük. Ez már nem volt. Páros csomag. Nincs a kezembe, de majd... Gyakorolni egy kicsit, igen. Dénye, nagyon szépen köszönjük. Igazán is mit. És hát így látva az eljövendőt, így előre is jó étvágyat. Köszönjük szépen! Köszönjük! 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 Köszönjük!